Kaszkadőrök segítségével szimuláltak súlyos balesetet Nógrád megye egyik legforgalmasabb útszakaszán július 16-án. A forgatókönyv szerint két autó, egy pótkocsis traktor és egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi ütközött össze. A látványos gyakorlatot a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezte. Balesetet szeretnék bejelenteni Áfelerevé és Nagybátony között. Ütköztünk egy tartálykocsival és én egy traktorral műtrájat szállítok. A tűzoltók a bejelentés után perceken belül megérkeztek a baleset helyszínére. Gyorsan eloltották a lángoló autót, a másik jármű utasait pedig feszítővágóval emelték ki. A háttérsugárzást tudjuk nyomon követni, gázkoncentráció változást, valamint a légkör stabilitását, itt a szélsebességet, szélirányt, a terjedésnek a irányát, illetve a terjedésnek a mértékét tudjuk nyomon követni. A gyakorlaton az új mobillabor eszközeit is bevetették, ezzel folyamatosan tudták mérni, hogy a sérült tartályból mennyi gáz került a levegőbe. Az egyik legfontosabb eszközünk itt a mellettem felállításra került mobil meteorológiai mérőállomás. Ennek a segítségével meg tudjuk vizsgálni, hogy a környezetben veszélyes gázok koncentrációja milyen mértékben van jelen. Ennek segítségével tudjuk támogatni a beavatkozók munkáját, illetve a lakosságvédelmi intézkedések megtételét ezzel elő tudjuk segíteni. A mentésben résztvevő egységek tűzoltási és műszaki mentési feladatokat gyakoroltak. A bemutató célja az volt, hogy az ilyenkor együttműködő csapatok közösen készülhessenek fel a veszélyhelyzetek kezelésére. Kiemelten kell foglalkoznunk ezzel a feladattal, és mind a készenléti állomány, mind az egyesületeinket, mind pedig a társszerveket föl kell készíteni egy veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozásra, mert egy teljesen speciális beavatkozási módszert igényel, teljesen mások a biztonsági zónák, teljesen más eszközöket használunk. És én úgy gondolom, hogy maga a gyakorlat során mind a készenléti állomány, mind pedig a társszervek hatékonyan és operatívan tudtak együttműködni. Az összehangolt látványos gyakorlatban csaknem 50 katasztrófavédő vett részt. Munkájukat rendőrök, mentősök és önkéntesek is segítették.